Sokan voltak kíváncsiak a BMW 5-ösre Győrben, a világsajtóban ugyan hónapokkal korábban leleplezték az új modellt, mégis más testközelben találkozni a 7. generációs szériával. A bemutatón ugyancsak sokan várták a 2017-es Mini Countryman-t. A kategóriájában szakemberek szerint versenyképes, leginkább a nagy belső tereivel múlja felül a konkurensek hasonló modelljeit. Az új Mini Countryman a kis SUV kategóriában óriási lépés, és szerintem a konkurensekre nézve számunkra egy nagyon jó adó, amivel meg tudunk jelenni a piacon, hiszen belülről akkora, most ha házon belül BMW-hez hasonlítom, mindegy X1. Kívülről nem tudik akkorának, de belülről egy nagyon kényelmes, nagyon klassz autó, igazi BMW technikával, technológiával. Én nagyon sokat válok az új Mini Countrymantől. Világviszonylatban több mint 300 ezer minit gyárt a BMW, mert ugye a BMW-hez tartozik a Mini. Ez egy óriási szám, egy nagyon szép szám. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon egy olyan 200 körüli darabszámot fogunk eladni, talán 200 fölött ebben az évben. Viszont ha jók az ismereteim a szürke importról, körülbelül 600-700 autó érkezett be tavaly is Mini. Ez azt jelenti, hogy a márkát nagyon szeretik az emberek. Az új Mini premierje után már nem kellett sokat várni az 5-ös BMW debütálására. Az új 5-ös BMW. Ugye ha azt mondjuk valakinek, hogy jól tanul és jó jegyet hoz haza, akkor hoz egy 5-öst. Ha én most ezt az 5-ös BMW-t osztályoznám, akkor azt mondanám, hogy csillagos 5-ös. Az autó alapvetően formájában finomodott, változott egy picit, de a belső technikai elemei megújultak, és ma a kategória legjobbja. Az 5-ös az alumínium alkatrészeknek köszönhetően 100 kilóval könnyebb lett, ami egyrészt jót tesz a fogyasztásnak, másrészt a vezethetőségnek. Apróságok, ami általában nagyon tetszik az ügyfélnek, a gesztus vezérlés, a connected drive, ami a modern technika és az autó összeköthetőségét jelenti, a telefon, iPad és az autó összeköthető. Ezek a funkciók egyre nagyobb mértékben használhatók. A motorizáltság folyamatosan fejlődik, mindig erősebb és kisebb fogyasztású motorokat kapunk. Az új modell 320D-je, ami 190 lóerő fölött van, 3,9 liter átlagfogyasztást tud. Márton László hozzáfűzte, a sok technikai újdonságok mellett a tervezésnél továbbra is a vezethetőség élménye volt az egyik legfontosabb szempont.